Média partnerünk a sport24.hu. Én már a megszólítással gondol vagyok, jó estét kívánok, kedves nézők, és szervusz, kedves Bobák, Robert vagy Robi? Te megmaradtál, Robi? Megmaradtam, Robi, én is köszöntöm a kedves nézőket, és szervusz. Olyan kölyök gólya képed van, még mai napig pedig. Picit már milyen múlt? Hát igen, de az genetika. Hogy van egy tisztes őszes halánték a nő számára ajándék, vagy valahogy igen, így. Igen. Te olyan kölyökként robbantál be ebbe a szakmába 17, nem tudom hány évesen, és már mennyi minden áll mögötted, de ugyanaz a kedves, mosolygós, mindenkinek mindenre igent mondó Robi? Vannak viharos és nehéz időszakok, de igyekszem mindig megmaradni ennek. Igazából, amiről te is beszélsz, a 17-18 éves koromban, amikor a Komlósi Oktatási Stúdió nyári része ezt nem nagyon egyik, ki voltam. Tudjuk, meg úgy jól is esik a reklám, nyilván de akkor kezdtem el én is a szakmát, és ahogy ezért folyamatosan teltek az évek, azért jöttek nehézségek is, de ahogy nagyon kedvesen említetted, azért hál' Istennek ugye sok helyre eljutottam már, és a szakmában is azért talán egyre előrébb vagyok, úgy érzem. De ahonnan elkezdtük mindenképp. Keményedek, igen, ezt magamon érzem, évről évre egyre keményebb vagyok, ha mondhatom. De ez a munkádban, vagy az adásban is, mert azért azt se felejtsük el, és ezzel nem hiszem, hogy bántanálak, hogy Duna TV-be, később MTV-be is mondták, hogy megyünk akkor most a Bobák Robihoz mosolyogni kicsit, és nem kellett attól tartani, hogy olyan igazán kínos kérdéseket kapnak. Olykor lehetnék egy picit keményebb is mondjuk a vendégekkel. Nyilván figyelek arra, hogy megmaradjon a jó kapcsolat, de vannak olyan témák, amikor igenis, ha nem is a földbe kell döngölni az interjú alanyt, mert az sem szabad, de talán néha, úgy érzem, hogy most már igen, sokszor vigyáztam és figyeltem arra, hogy nehogy megromoljon esetleg a jó kapcsolat, de rájöttem, hogy nem, az én szakmámban nem ez az előre mutató. A két végletet egy mondatban elmondom, minden nagyon régit, 60-as éveket, mondd el, légy szíves, te a nézőknek a mostanit. A telesport, vagy egyáltalán a magyarországi sporttelevíziózás idején, aki ott dolgozott, annak mindent csinálnia kell. Tehát Vitrai közvetített, forgatott, műsort vezetett, és ugyanez igaz volt Szőnyi Jánosra, vagy a későbbiek során Gulyásra, sőt Knézire, Gyulai Pistára, és így tovább. Aztán már elkezdtek szakosodni a riporterek erre-arra, aztán már elkezdtek úgy szakosodni, hogy van, aki inkább stúdióban jó, van, aki inkább közvetítésben, van, aki inkább forgatásra, aztán a szerkesztő is külön vált, előtte mindenki szerkesztett, műsort is vezetett, ez is külön vált. Most ez hogy tagozódik, és ki dönti el, hogy te vagy a főnökség, hogy merre mész? Nagyon érdekes, mert a Duna Televíziót kimondhatom, ugye, hogy ott olyan teret kaptunk, hogy lehetett az ember pályaszéli riporter, ugye kiküldött anyagkészítő, szerkesztő, igen, reggeli adásban stúdió műsorvezető, sporthírek átadója, felolvasója, tehát nagyon sokféle apró dolog, társszerkesztő, tehát amikor valóban adást, tükröt kell írni, kinyomtatni és odavinni a megfelelő embereknek, nagyon sokfajta és sokrétű munka volt, és ezt a Dunából talán egy picit áthoztuk a 2011-es összeolvadáskor a közmédiába, az MTVA-ba, és most is, mai napig is úgy vannak, hogy hát legalább 3-4 féle területen dolgozunk, vagy 3-4 fajta munkát végzünk minimum szinte mindenki. De melyiket csinálnád szíved szerint? Megmondom őszintén, hogy amikor az említett iskolát is elkezdtem, és amikor elhatároztam, hogy sportriporter leszek, akkor nyilván az volt az álmom, én is Vitrai Tamásra, Knézi Jenőre nőttem fel. Várj, még írott sajtóval kacérkodtál, így finoman van, szólva. Így kezdődött, de az volt talán a kiszögezett csúcspont, hogy na hát ebben a szakmában talán az lehetne, hogyha válogatott labdarúgó mérkőzést közvetíthetek, úgy, mint Vitrai Tamás vagy Knézi Jenő, és nekem talán 4 évvel ezelőttig ez volt a álmom és esetleges tervem, és akkor egy picit megváltozott a történet. Lehet, hogy azért, mert a kommentátorok mindig kapnak hideget, meleget. Nincs olyan, hogy valaki egy Fradi Újpestet tökéletesen közvetítsen, vagy akár egy magyar hollandot. Lehet mindig kritizálni, lehet mindig odasúrni. Hát kaphatsz te azért műsorvezetőként is. Így is kaphatunk nyilván, de valahogy másfelé vitt az élet, és egy kicsit elkanyarodtam én is a száguldó cirkusz felé, amely egy új távlatot adott. Nem gondoltam volna, hogy ez
ilyen előfordulhat. Tehát levonhatom abban, az, hogy ahova beosztják az embert, oda beeszi magát? Igen, így is lehet. Ugyanakkor nem is feltétlenül igaz, hiszen voltam már pályaszéli riporter úszó Európa-bajnokságon kajakkenu VB-n, és ettől függetlenül nem lettem a kajakkenu szakértője, meg az úszás szakértője a házon belül, ugyanakkor rám mernek bízni olyan sportágakat is, amit nyilván egy pici felkészüléssel, de meg tudok csinálni. Mi van akkor, hogyha most csak játék, te vagy bárki mondjuk egy ilyen nagy sportszerkesztőségben, oda menne a főnökhöz, és azt mondja, hogy én eddig főleg stúdióban ültem, de szeretnék kommentálni nagy eseményt, vagy azt mondom, hogy át nekem ez a kiárok ide-oda forgatni, meg pályaszéle, nem, én úgy érzem, én inkább stúdióba szeretnék ülni. Van ilyen átjárás? Meg lehet beszélni. Általában, hogyha valaki kommentátor szeretne lenni szerkesztőből, akkor ahhoz ugye ki kell menni és gyakorolni a stadionban, és ezt DVD-n vagy lemezen vagy bármilyen formátumon ugye le kell adni, és akkor azt értékelik, kiértékelik, és lehet kapni esetleg egy NB2-es meccset valamikor, ha mondjuk megbetegszik valamelyik fő kommentátor, de nyilván ez is időkérdése. Lehetőség van, úgy érzem, hogy van lehetőség, ha az ember nagyon akarja, és nagyon gürizik érte, akkor elérheti a célját. De akkor te most elfogadtad, hogy te inkább a beszélő és nem az ordító ember vagy, ha érted, hogy mit akarok felmondani. Igen. Életemben egyszer közvetítettem élő adásban egy túraautó világbajnoki futamot tavaly, mert megbetegedett az illetékes kommentátor, és 4 napon volt felkészülni, és nyilván a Forma 1-es neveket ismerem, de a túraautó bajnokságban Mihelis Norbin kívül. Igen. Tudtam a többit is, de amikor leközvetítenél rajta, hát sok egyforma autó, és hát 4 nap alatt azért ott nagyon fel kellett készülnöm, és fel kellett kötni a nadrágot, de kaptam egy szakkommentátort Kispál Tamás személyében, aki sokat segített, és így azért át tudtuk vészelni. Jól éreztem magam, és bármikor elvállalok egy vasas MTK meccset is, mert nagyon tetszik, de most nem ez az elsődleges, úgy érzem. Nem az az igazi varázsa? És mielőtt azt hinnéd, hogy most bántanálak, hát ennyiben még hasonló is a sorsunk, jó, mondjuk én az ott töltött évek végéig közvetítettem, de kevesebbet, mint az elején, és inkább kerültem én is stúdióba, meg szerkesztői székbe, hogy hát nem az a sportriporter álma, hogy én meccse járjak, hogy én kommentáljam, hogy én ordibáljam, hogy gól, hogy akárhogy még az is, hogy engem szígyenek holnap a munkahelyen, utcán. Nagyon igaz. Még mindig azért bennem van, és bizsereg egy picit, hogyha lehetne egy magyar-spanyol, magyar-görögöt. Tegyük fel egy Európa-bajnokságon, vagy egy világbajnokságon, hát az frenetikus élmény lenne. Ugyanakkor valamilyen szinten megkapom ezt a pályaszéli riporteri szerepből, illetve hát maga a Forma 1 világa az megint egy teljesen más terület, amikor gyakorlatilag tényleg állandóan lőtávolba vagyok, és célkeresztben tartom a pilótákat, és az is egy másik történet. De most, hogy mondod, megint előjött az a gondolat. Szegény Bobecki, mész hozzá, és elkezdett piszkálni, hogy te mit akarsz. A Forma 1 az hogy jött be az életedbe? 2012-ben akkori főnököm Rizskó Géza szólt, behivatott, és nyilván ilyenkor az ember úgy ment fel a lifttel, hogy na most mi van? Kirúgnak, letolnak, mit csinál? Megint mi van? Igen. És mondta Géza, nem köntörfalazott, szereted a Forma 1-et? És mondom, természetesen gyerekkorom óta követem. Igaz, hogy nagyon, szóval én nem jövök olyan nagy lázba, amikor szét van szedve egy autó 7 darabra, és nyilván a motorsport szakértők oda jönnek, és látod azt a kis bütyköt, úristen, az a hátsó elvezető diffúzor, tengely, kapcsoló. Miket tudsz már? Nem tudom, miről beszélnek, fogalmam sincs, miről beszélnek, ugyanakkor tudom a történetét, átérzem a lelkületét, és nagyjából az alaptechnológiákat én is értem. Engem úgy küldött utamra a főnököm, hogy nem kell nekem okoskodni. Én fölteszem a kérdést, milyen volt a futam, hogy érzed, mi történt. Nem kell mondanom azt a Hamiltonnak, hogy szerintem elfékezted a második kanyart. Én nem így csináltam volna, hogy néz az ki, soha életben nem áll ilyen szóba. Riportere a Forma 1 bergekben a magyar televíziónak. És akkor ugye megkérdezte, hogy vállalnám ezt, és hát nyilván akkor ugye örültem, hogy maradok a helyemen, sőt, még kapok egy óriási lehetőséget, és akkor kinyílt egy világ előttem, mert ugye labdarúgásból, labdajátékokból érkeztem, megadatott, hogy már 2012-ig voltam már foci VB-n, foci EB-n, meg olimpián, és úristen, mondom, akkor itt van egy újabb terület, amiben lehet dolgozni, és nagyon-nagyon nagy lendületet kaptam, én is kivirágoztam ismét, ha szabad így fogalmazni, és
és így kerültem bele. Picit remegő lábakkal kezdtem, az első néhány futamon nem akartam hibázni, az volt ennyi, hogy ne hibázzak. Persze. Őszintén megmondom, hogy leírtam magamnak, hogy Fernando Alonso kétszeres világbajnok, Lewis Hamilton egyszer, tudtam én. Tehát nagyon persze, tudtam, de csak ilyen, ugye, ha ebbe a bakiba belemész, az kínosabb. A futballban úgy érzi az ember sok év után, hogy kimegyek egy Újpest-Ferencváros meccsre, és nem nagyon érhet újabb információ, fel vagyok készülve. De a Forma 1-ben még ha izgulok, lehet, hogy nem úgy jönnek a számok, és ha Niki Laudát mondjuk rosszul szólítom meg, akkor örökre lássam magam a nézőknél, és meg nála is. Igen, igen. Milyen fazonok ezek? Most nem személy szerint, úgy összességében. Egy kicsit nekem mindig olyan, azt hiszem nem beszéltem életemben egyet nagy Forma 1-es pilótával sem, és olyan csodabogaraknak tűnnek. Azok, vagy csak igen. Nem tudom, misztifikáljuk őket? Szerintem igen, és elég rendesen misztifikálva vannak ők már a szurkolóktól, egyáltalán az egész... Hát meg tőled is, meg minden újságírótól. Ez egy egész csomag, ugye elképesztő sok pénz van benne, ezt nagyon jól tudjuk, de nagyon jól fölépítette ezt Bernie Eccleston, nyilván nem csak egy személyben, de ő az egyszemélyes mindenható úr a száguldó cirkusznak. Én azt vettem észre 3 év alatt, hogy a nehéz esetek azok mindig a legjobbak. Jelen esetben a Hamilton-Rosberg páros, velük még lehet nagyjából beszélni. A Ferrari párosa az már megint egy picit nehezebb. A Ferrari nagyon jól tudja, hogy mi vagyunk a Ferrari. Egy picit olyan, mint a magyar labdarúgásban a Ferencváros, hogy mi vagyunk a Ferencváros. Tegyere, mi nem megyünk, nem akarok senkit megmenteni. De vágy született tengenya, vagy azzá válik attól, hogy most a genyát idézelve mondom, és nem bántóan, vagy attól, hogy ő... Az olaszos lazaság a Ferrarinál nem feltétlenül látszik, tehát inkább ez ott van jó. Az, hogy amikor bekopogok és szeretnék előre 3 futamra előre lefoglalni mondjuk egy Räikkönen interjú lehetőséget, buongiorno, no, egyből ez, tehát ugye a sajtófőnök egyből nem, és még meg sem szólaltam, és már az volt, hogy nem. Egy sátorral odébb a McLarennél jöjjön be, fáradjon be, miben segíthetünk? Jenson Button most nem ér rá, de majd holnap után lehet egy 2 perc. Hát, csodabogarak, főleg a 2-3 legjobb csapatnak a 2 versenyző, tehát összesen az 5-6 top pilótával egy picit nehezebb. Az összes többi versenyző meg olyan, hogy ők is tudják, hogy ha szerepelnek a tévébe, akkor jobban odafigyelnek igen. rájuk, ők átérzik ezt a viszonyulást a sajtóval. Olyan, nekem olyan kicsit olyan kisimultak, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kifinomultak, tehát tudják pontosan, mert vannak tanítva, na, szóval jártak kommunikációs képzésre, de mindig olyan érzésem van, hogyha most éppen leállna a kamera, vagy nem tudom, akkor, bocsánat, kibüfögne egyet oldalra, vagy akkor elengedni magát, és te azért nyilván látod 2 felvétel között is őket, hogy ezek tényleg ilyen jól fésült fiúk, vagy azért van közöttük, ne adj Isten, bunkó, udvariatlan, és most nem csak arra gondolok, hogy ad-e interjút, vagy nem. Szóval van, amiknek látod a szemében azt a tüzet, van, akinek meg ajaj, maradjon a volánnál. Azt lehet látni, hogy tudják a feladatukat. Nagy pénzeket keresnek ők is, és tudják, hogy mi a feladat, és azt is tudják, hogy ahhoz, hogy azzal, hogy beülnek egy Forma 1-es autóba, bekerülnek egy csapathoz, kötelességeik vannak. Mondok egy példát, tavaly Kimi Räikkönen nem nyilatkozott Spanyolországban a sajtónak, a futam után 40 kis Ferrari gyerkőc várta, lehajtotta a sapkáját, és mindenkit elkerült, még talán 2 gyerkőcöt is fölborított, és azonnal jött a 10 000 eurós büntetés a Ferrarinak, nyilatkozni kell, és tehát egy-két autogramot ki kell osztani ott a pedokban, hiszen akik bekerülnek a pedokba, azokat a Bernie Ecclestonnak is a keze van, benne persze. van abban, hogy bekerülnek. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor a pilóta kiszáll az autóba, és nem tudja tűrtőztetni magát. A legtöbbjük pedig, hát bocsánat, most ismét a nehogy megbántsak valakit, de a futballisták is megélnek 10 mondattal, ugyanazokat mindig elmondják. A Forma 1-es pilótáknál behelyettesítve mondjuk azzal, hogy nyomom, ameddig bírom, teligázzal végigmegyek, az első hely a legfontosabb. Tehát ők is megélnek 12 standard mondatból, de néha unják, főleg, hogy 30-szor el kell mondani minden tévéstábnak ugyanazt. Igen, megértem az ő részükről teljesen. Fura egy világ. Na nézzük, amikor olyan szépen ideírta nekem kollégám, Boros András szerkesztő, a pilóták kamionján, a Hungaroringen, Hamilton, Rosberg, Vettel, már csak jó lehet, annyit mondjál előtte, hogy közelebb lehet kerülni hozzájuk valamilyen pillanatban, akár mikrofon vagy kamera nélkül van olyan, amikor azt mondják, hogy hello öreg, hi Bob.
Igen, nekem nagyjából másfél évbe telt az, hogy, hogy például Lewis Hamilton vagy Kimi Räikkönen nem fordult el azonnal tőlem. Tehát korábban... Hát már ismerte a képedet, és bocs. És az, hogy minden futamon ott vagyunk, ez nagyon fontos, és ugye a magyar nagydíjakon megadatik az, hogy a kamionra a pilóta parádén kollégámmal együtt, az operatőr kollégámmal fölmehetünk. Ő is nagyon fontos ám, így abban, van, hogy kivel állnak szóval. Mi egy két főstáb vagyunk, és ugye, hogy van magyar nagydíj, emiatt minket egy picit hímes tojásként is kezelnek, mert ugye hát lehet, hogy itt a Hungaroringen majd mi segítünk nekik, tehát tudják ezt nagyon jól, és ilyenkor a kamionra is fölkerültünk, és a rajtrácson is ott lehetünk 5 perccel a rajt előtt, és ilyenkor látják a pilóták, hogy na mi is ott vagyunk, és amikor a kamionon fönt vagyunk, akkor Lewis Hamiltonnal tavaly például úgy tudtunk interjút készíteni, hogy gyakorlatilag elfeküdt a platón, így keresztbe tett lábbal, a finnek egymás mellett Bottas és Räikkönen, és ezekben a pillanatokban azt érezte az ember, hogy na ez a, amíg körbeérünk, az a 7-8 perc, az most szinte csak amilyenk, ott szabadon lehet garázdálkodni, és mondom, a nehéz esetek az 5-6 pilóta is ilyenkor nagyon kedves, a többiek meg nyilván már felismernek, meg néha szoktunk így sok sikert kívánni nekik, tényleg Bottasszal vagyunk nagyon jó, a Good Luck Valtteri, és akkor egy készfogás is van a futam előtt pár perc, és akkor ez nekünk is nagyon jól esik. Na akkor nézzük, milyen ez, amikor fent vagyunk a platón. Nagyon jó futam, nagyon szeretek jönni, mindig ragyogóak a szurkolók is. Ezzel az autóval, ami most van, annyira gyors, nagyon nagy élmény, nagyon élvezem. Szerintem jó lesz a futam is, érdekes lesz az időjárás is, várom. Nagyon nagy barátság van a magyarok és a finnek között, nagyon sok itteni szurkolód is van. Nagyon jó ilyen sok szurkolót látni, különösen a finnek, akik jönnek, de a magyarok is, akik nagyon lelkesen támogatnak, csak jókat tudok mondani róluk. Nagyon kemény meló lesz ez vasárnap, de ez az egyik kedvenc pályád. Yeah, I love it here. Imádom itt. Today we have to find. Szerintem ma meg kell találnom valamit. Igazából rájövök, hogy hol lehet előzni. Segíthet az idő? Maybe. Szerintem, bízom benne. Itt nem esik túl gyakran, úgyhogy remélem. I think it'll be good for the fans. Szerintem a szurkolók élvezni fogják. A magyar győzelem még hiányzik a gyűjteményedből, de nagyon jó helyről indulsz. Mit vársz? Will be a fun race, I guess. Szerintem élvezetes lesz. Még nem egyértelmű, hogy milyen időjárás lesz. Egy kicsit később majd kiderül. Úgy tűnik, hogy esni fog majd. Ma bármi megtörténhet. Kedves nézőink, Jenson Button öltözködik és veszi föl hamarosan azt a pink bukós isakot, ugye, amelyet még édesapja emlékére készítetett a Silverstone-i versenyen, hordta először, ott van rajta a törpapa embléma is. Ugye édesapja John Button januárban hunyt el tragikus hirtelenséggel, és azóta is Jenson őre emlékszik, és most fog beszállni a McLaren Mercedesbe, és nekivág természetesen hamarosan a 70 körös magyar nagydíjnak. Ha valakinek, akkor Jenson Buttonnak valóban szép emlékei vannak a Hungaroringről, hiszen 2006-ban egy esős, emlékezetes viadalon itt aratta első győzelmét, és 2011-ben is győzni tudott hazánkban. Button egyébként elmondta csütörtökön, hogy mennyire szeret itt versenyezni, és mennyire jól esik neki, hogy nagyon-nagyon sok magyar szurkoló drukkol neki. De nem csak Jenson Button, hanem a többiek is már tűkön ülnek, hiszen hamarosan, bő 10 perc múlva elkezdődik a 29. Forma 1-es magyar nagydíj. Szerencsére jó sokan vagyunk itt a helyszínen is, és remélhetőleg a tévéképernyők előtt otthon is. Itt te visszahallod magad a füledbe? Igen, egy picit ezért is akadoztam, hogy mondtam is neked, néha nehéz megoldani a hangmérnököknek is, hogy egy másodperc csúszással a saját hangomat visszahallom, és borzasztóan zavaró. Ilyenkor pedig le is volt ragasztva a fülem, nem is tudtam kiszedni, nem tudtam, hogy mikor vagyok igazából képernyőn. Hát meg az se jó, ha úgy beszélsz, hogy magadat nem hallod, nem mert azt ugye megszoktuk. De... Mondják, hogy Robi, fejezd be azonnal, mert kezdődik a futam, vagy add fel a Szújó Zoliéknak a szót. Szóval igen, ez egy kétes helyzet, és muszáj valahogy megoldani. Borzasztó zavaró egyébként. Még annyit a pilótákról, hogy azt te leveszed, látod, hogy ők egymással milyenek. Mert néha van egy-egy ilyen
elesett kép, amikor mennek az interjúszobába, vagy készülnek, hogy ott egymásra se néznek, elvonulnak mellette, vagy épp egy pacsizás. De milyenek ők közelről? Ugye a legérdekesebb pár most a Hamilton-Rosberg Mercedes-es versengés, és tavaly mondták, hogy Hamilton picit lazábban megy neki a versengésnek, és Rosberg talán feszültebb, és ez idén ez hatványozottan kijön. Most legutóbb a bahreini futamon láttam azt, hogy mindig egy hajszállal a rossz felén van a pozíciónak Rosberg, 42 ezreddel kapott ki az időmérőn előtte Kínában, és egyre nehezebben viseli Rosberg például azt, hogy ő ugye öt nyelven beszél, egy családapa, sokaknak a nagy kedvence, anyuka kedvence is, szokták ezt mondani a pedokban, és megérkezik mögötte a laza, a rapper, a sípcsont középig ciklámen színű zoknit fölhúzó arany nyakláncos, gyémántgyűrös, gyémántfülbevalós laza Hamilton, és egyszerűen nem bírja elviselni Rosberg, hogy itt van, komolytalannak tűnik Hamilton, és mégis ő nyeri a versenyt. Rosberg ott van kora reggeltől késő estig, elemzi az adatokat, picit olyan, mint Michael Schumacher, hogy megmondja a szerelőinek, hogy itt egy millimétert egy picit följebb, ezt oda, és Hamilton meg, amikor Rosberg ezt csinálja, Hamilton már kutyáját sétáltatja például, annyira úgy tűnik, mintha nem figyelne oda, másnap oda megy és tönkreveri Rosberget is. Tehát ez látszik, ez nagyon látszik, ez a feszültség. De tényleg ilyen laza? Igen. Bántóan laza olyan szempontból, hogy azt gondolná az ember, hogy valaki beül egy Forma 1-es autóba, megy 55-60 kört, egy olyan 250-es átlag tempóval, és az a legfontosabb neki, hogy most benn van-e a fülbevaló, vagy nem. Mások meg már teljesen, ahogy mondtam, tűkönülnek, hótideg, és tényleg Rosberg abszolút a magánéletben egy követendő példa, egy családapa, Hamilton meg teljesen az ellenkezője, és valamiért Hamilton a győztes típus. Ez jó ilyen megközelítésben. Van olyan adás, én bevallom, nem nézek minden Forma 1-es magazint, vagy nem tudom, ahol így mesélhetsz, ahol elmondhatsz róluk kulisszatitkokat, és tudom, te is sokszor vagy interjú alany faggatnak, de ahol ezeket elmondhatod, vagy ezeket megtartjuk szentnek, gépnek, csodálni való reklámarcoknak? Vannak olyan műsor részek, ahol elférnek a színes történetek. Például múltkor az ausztrál nagydíjon felfedeztem Valtteri Bottas ujján olyan gyűrűt, mint nekem is van. Megkérdeztem, hogy csak nem eljegyezted a úszónő barátnődet, és hát mondtam, igen, eljegyeztem, de még a finn sajtó előtt is megpróbáltuk titokba tartani, de hát hordom a gyűrűt, mert mit mondana otthon Emilia Pikkarainen, úszóhölgy. És vannak, mindig találunk valami színeset, és mindig van egy pici műsorblokk, ahova ezek elférnek. Kínában a kínai finn szurkolók, tehát a kínai Raikkonen szurkolókkal beszélgettünk, vagy kínai most... finn szurkolók, már önmagában jó, hát ugyanezt képzeld el akár csak 10 vagy 20 évvel ezelőtt. És akkor a pilótákon is ugye bármi érdekességet felfedezünk, vagy bármi érdekességet csinálnak ők is, vagy most például a legutóbb Bahreinben volt olyan, hogy majdnem 40 fok volt a levegő hőmérséklete, de a főlelátó mögött volt egy hatalmas nagy sátor, ami egy jégbirodalom volt, fújták a műhavat, és ott az arab gyerekek sieltek, tehát sífutottak, korcsolyáztak, szánkóztak, és minden ilyen helyi színi érdekességet azért igyekszünk átadni. Webber? Webber. Nagyon kedveltem Webbert, ő is az a, mint picit Rosberg, hogy nem győztes típus, tehát ő sem lett világbajnok, mindig ott volt második helyen, Fettel mögött, a magyarokat nagyon szereti, nagyon szeretett idejárni versenyezni, és az ismeretségi körömben is nagyon sok hölgy van, aki imádja Webbert. És az én megítélésem szerint Webber és Button az a két Forma 1-es pilóta, aki olyan isten igazából férfiasnak néz ki, hiszen mindegyik másik hát alacsony, kicsi, hogy beférjen az autóba, ugye? Na akkor egy Webber interjú részlettel megyünk tovább. Kedves nézőink, a nagyszerű Mark Webber áll itt mellettünk, pontosabban sétálunk lefele a box utcában. Mark, it's good to see you around, and it's really fantastic to see that you are never forgotten here at the paddock. Journalists, fans are enthusiastic to see you. How about that? Yeah, thanks. No, it's good to be back here. I think it's a great event. We really enjoy coming here a lot, and they put on such a fantastic event. Very proud of international sporting events, so always good to be back in Australia. How is your life with Porsche? Did you manage to overcome your heavy crash in November? Yeah, thank you. No, Porsche life is very good. It's a nice balance. 8 races a year, so I have some very good competitive moments, and then also some moments where I can relax a little bit.
But the crash was, yeah, quite a big one. Took a while to recover, so the concussion is not easy. It's a little bit like Fernando now. You have to have some breakaway, and so I was very lucky to only have the injuries I did, and the car was safe, and I was strong, so I'm ready for the new season. What about Alonso's strange accident? That's one scoop, and the other one is Sauber's legal tussle. Yeah, I think Fernando, obviously, this was unfortunate. It sounds like he obviously had a pretty big concussion. He was knocked himself out. But he will make 100% recovery. He just needs time. The paddock needs to be patient. If he misses the first three races, it's no big deal because he's not in a winning car anyway at the moment. He needs to be ready for the future years, which he will be. Sauber is a complete joke. I think it's a mess how they managed to sign three or four drivers, how they get themselves in a situation this close to the first race was not good for Formula One. Hungarian fans, don't forget you either. What's your message to them? No worries. I have good memories of Hungarian fans. I won the race there in 2010, so a very special race, a difficult race to do well at because of the nature of the track. And yeah, I'm looking forward to going back there in the future. Yeah. Thank you, Mark. Good luck. Yeah, thanks. Thank you. No, Tudod, kisétált egy utára, lassan ezt is tanítanak el a riporteriskában. Sevardnadzéval, a volt szovjet külügyminiszterrel. Eduard. Igen, a Hősök terén jelentette be a Szovjetunió szétesését, ugyanígy rohant szegény Horváth Péter hozzá. Na, ilyenkor kell mondani, egy jó kereskedelmi fordulatos fordulat, önök viszont ne menjenek sehova, mert itt folytatjuk néhány perc szünet után.